Sziasztok! A mai videóban a McDonald's Happy Meal menüjéhez járó új My Little Pony figurákat fogjuk megnézni egy kicsit közelebbről. Nincs meg nekem az összes, mindössze 3-at sikerült beszereznem, de aki szeretné, még nyugodtan menjen el a Mekibe és vegyen magának, mert még mindig fut ez a játék sorozat. Úgyhogy még tudtok találni pónikat a McDonald's éttermekben. Amit nekem sikerült beszerezni, az Applejack, Fluttershy és ugye Rarity. Ő a kedvencem, úgyhogy ő abszolút muszáj volt. Mindjárt megnézzük őket, hogy hogy néznek ki a csomagoláson kívül. Ugye van melléjük egy ilyen kis papírka, ami már a megszokott módon listázza nekünk, hogy milyen pónik elérhetők ebben a szériában. Szerintem mindegyik szuper aranyos. A papírka hátulján pedig azt láthatjuk, hogy az adott póni mit csinál. Meg is nézzük ezt a kis cukorfalatot. Ő a kis Applejack. Nagyon cuki, nagyon tetszik ez a kis ülőpóza neki egyébként, nagyon szuki aranyos. Járt hozzá egy ilyen kis fésű, de szerintem ez sok mindenre jó, de fésűnek pont nem. Viszont ugye rá tudjuk ültetni őt nagyjából valahogy, mondjuk így. Nem tudom, úgy annyira nem úgy tűnik, mint ami ráillik szegény, de hát nem baj. Attól még tök aranyos egyébként. A papírkáját követve ő valahogy így világít, ez az érdekessége, hogy a kis cukijegye ilyen világos-pirosan világít, vagy ha ezt a kis pöcköt itt eltakarom a kalapján, akkor nem világít. Semmi varázslat nincs benne, fényt kap a paci, vagy nem. De egyébként tök aranyos. Nézzük itt a következő, Fluttershy. Hozzá is járt ugye ugyanaz a papírka. Lássuk, ő mit tud, ő semmit. Semmi különlegeset. Itt van ő. Igazából, amit benne és majd Rarity-ben is fogom mondani, hogy mennyire sajnálom, hogy ilyen átlátszó műanyagból készült, nem úgy, mint Applejack, neki gyönyörű, szép, rendes póni színe van, ez az egyszínű műanyag, ő sajnos átlátszó, és ezért összes illesztés és ilyen üreges rész látszik ezen a szegény pónin. Én nem tudom, hogy ezt egyébként miért csinálták így, szerintem sokkal jobb lett volna, hogyha ő is, amint egyszínű sárga műanyag. Cuki, hogy tele van egyébként csillámokkal, ez nagyon aranyos, maga a póz, maga a póni nagyon szép, gyönyörű szép nagy szárnyai vannak. És ezek a pónik egyébként olyasmi pózban vannak, amiket így a Hasbro által kiadott verzióban nem nagyon láthatunk, szóval ezek úgy nagyjából új pózoknak mondhatók. Ugye az ő farkincája is fésülhető, de ez a fésű sok mindenre jó, de arra nem, hogy ezzel fésülgessük. Úgyhogy erre én csak ráállítom ezt a pacit, és ő így áll. Gyönyörű. Egyébként tök aranyos, csak tényleg, hogy miért átlátszó műanyag? Miért? És akkor az utolsó pónink erre a videóra nem más, mint Rarity. Neki is itt van a papírkája, ő is csak áll, semmi különlegeset nem csinál. Itt van a kis talpa neki. Farkincája ugyanúgy fésülhető, mint az összes többinek. Nagyon szép cuki kis feje van. A szemeit kifejezetten imádom, de tényleg csak annyi a szívfájdalmam, hogy miért teljesen átlátszó, miért nem lehet egyszínű fehér. Én értem én, hogy csillámos és tök szép, de na, azért egyszínű fehérben sokkal szebb lenne. Engem ezek a műanyag illesztések nagyon, nagyon tudnak zavarni sajnos, ami itt a testén belül is, meg ugye itt a két oldalt, ahogy összeillesztették, ez is nagyon látszik. Hát, sajnos ez van. Attól függetlenül egy nagyon cuki figura, tényleg nagyon aranyos, csak nekem jobban tetszett volna, hogyha egyszínű műanyagból készül, még ha nem is csillámos, akkor is az illesztések nem látszanának legalább. No hát, ők lettek volna a 3 My Little Pony figura, akiket be tudtam szerezni a mostani Happy Meal menüből a McDonald's-ban. Ahogy említettem, szerintem nagyon cukik ezek a figurák, elég szép méretesek, nagyok, szép pózban állnak, szép a kidolgozásuk. Egyetlen szívfájdalmam, hogy egy részük áttetsző műanyagból készült, szerintem ez ront az összképen. Akkor már vagy mindegyik így készült volna, vagy egyik se. Nekem ez így kevésbé jön be. Ettől függetlenül nagyon cuki figurák. Én nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!